Sok szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti webináriumon. A mai alkalommal nem is akármilyen előadást fogunk megnézni, hiszen a ma este az Útkeresők a Római Birodalomban című előadásban a 2018-as digitális témahét legjobb iskolai pályázatát fogjuk látni, legjobb iskolai projektjét, amelyet az elmúlt évben a Berzsenyi Dániel Gimnázium nyert, és a gimnázium részéről a projekt tervezője és lebonyolítója, Kerek Roland tanár úr lesz a ma este előadója. Én már ismerem ennek a projektnek a részleteit, és bíztan mondhatom, hogy nagyon, nagyon érdekes és nagyon gazdag projektről van szó. Ha valaki projektet szeretne tervezni, akkor a legjobb helyen van, hogy egy-két ötletet ellessen. Aki pedig pályázni szeretne, az szintén a legjobb helyen van, tekintettel arra, hogy ez egy győztes projekt, és lehet látni minden részét. Át is adom a szót Rolandnak. Parancsolj! Köszönöm szépen! Jó estét kívánok! Szervusztok! Arra vállalkoztam tehát ma, hogy az Útkeresők a Római Birodalomban című projektről beszélek, amit tavaly terveztünk a tavalyi digitális témahétre Mezei Mónika történelem szakos kollégámmal együtt. És mindenek előtt, mielőtt belekezdek, fontosnak tartom megjegyezni, hogy az iskolában, a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban azért nagy hagyománya van a humán tantervű osztályban a magyar és történelem óra összekapcsolódására bizonyos témák mentén, úgyhogy ilyen szempontból azért egy mindenképpen befogadó közegbe érkezett bele ez a projekt, noha a digitális témahét az számunkra is valami egészen új dolog volt. A koncepció az volt, hogy a humános diákcsoport, ez egy 9-es osztály, akik 35-en voltak tavaly, mélyebben, mint egy testközelben ismerje meg a 3. századi római birodalom mindennapjait különféle hátterű emberek szemszögéből, ismerje fel a Biblia hatását a birodalom lakóira, illetve mindeközben élvezettel dolgozzon közösen másokkal. A megoldásnak a digitális történetmesélés módszere ígérkezett, és a történelem tanár kollégával hamar döntöttünk arról, hogy a Padlet, ez az online fali újság készítő alkalmazás lesz a legmegfelelőbb a projekt során készített alkotások tárolására. Zárójelben jegyzem meg, hogy idén már nem biztos, hogy a Padlet mellett döntenénk, mert eléggé korlátozottak az eszköz lehetőségei idén. Meg kellett szervezni a projektnek a kereteit. A 2018. április 9-13-a között lezajlott projekt érdekében a diákokat elkértük néhány nem magyar és történelem óráról. Megterveztük, hogy mely termekben tudunk leghatékonyabban dolgozni, teremcseréket intéztünk, óracseréket intéztünk, hogy a megfelelő órákon vagy az egyikünk, vagy a másikunk mindenképpen jelen tudjon lenni a projekt menedzselése érdekében. Illetve laptopokat kértünk a 7 diákcsoport részére a közös munkához, tehát már a projektet megelőzően azért elég sok készülést igényelt ez az egész program, és így tudtunk összesen mintegy 20 órát arra a hétre felszabadítani, hogy ezzel a projekttel foglalkozzunk. A napi rendünk az úgy nézett ki, hogy minden projektnap más témát kapott, viszont abban hasonlítottak, hogy egy bevezető órával kezdődtek, és egy tanulási naplóbejegyzéssel zárultak. A bevezető órán reflektáltunk az előző napi munkára mindig, kivéve a leges-legelsőt, kiosztottuk a kitűzőket, erről majd később fogok egy kicsit beszélni, illetve ismertettük a következő napi feladatokat. A tanulási naplóbejegyzésben pedig a diákok egy előre elkészített sablonba készítették el aznapi reflexiójukat.
Minden projektnap témája különbözött egymástól, és külön színkódot is kapott, ezt próbáltam itt a dián is jelezni, így a hétfő a piros nap, a karakter megalkotásáé lett, a kedd a sárga nap, a mindennapi élet megtervezéséé, a szerda a zöld nap, az utazásé, a csütörtök a kék nap, az eszmecseréé, a péntek a lila nap pedig az összefoglalás napja volt. A színeket egyébként bizonyos kötöttség alapján választottuk, hiszen ezek azok a színek, amely színeket választhatjuk a padleten, ha különböző színű posztiteket akarunk kiragasztani rá. És itt rögtön szeretném, eszembe jutott mondani, hogy itt a dia alján található a linkje ennek a digitális témahét projektnek, ahol a teljes dokumentáció is megtalálható, úgyhogy nem muszáj csak ezekre a diákra támaszkodni, hanem itt mindenki megnézheti magának egy kicsit bővebben is, hogy miről is volt itt szó. Ami a munkaformát illeti, hát főleg csoportmunkáról volt itt szó. Heterogén csoportokat igyekeztünk alkotni a tilalemszakos kollégámmal, így 7 darab 5 fős csoport jött létre, heterogén alatt azt értem, hogy különféle tudásszintű, elmélyülési kapacitással bíró diák legyen, lehetőleg fiúk és lányok vegyesen. És így jött létre ebből a 35 fős osztályból ez a 7 darab 5 fős csoport, és mindegyik csoport egyetlen karakterért volt felelős, és egy padlet felületen dolgozott. A tanulási naplót persze nem csoportosan, hanem egyénileg töltötték ki. Az utolsó napon pedig egy 5 darab 7 fős vegyes csoport alakult ki, és így készítették el az összefoglaló videókat a különféle csoportok. Hát mi tanárok pedig az idő nagy részében kívülről felügyeltük a munkát, és technikai segítséget nyújtottunk, segítettük az együttgondolkodást a diákoknak, vagyis hát facilitáltunk. Milyen produktumaink voltak? Erről fogok most beszélni. Hát egyrészt a padlet az egy nagyon összetett produktum volt. Ezen a padleten kellett a diákoknak a karaktert kidolgozniuk. Amelyhez történetek kapcsolódnak, illusztrációk kapcsolódnak, a karakternek a hátterét meg kellett tervezniük, meg kellett rajzolniuk a karaktert. Itt a dián is látható, hogy ez egészen magas szinten sikerült. Nagyon szuper rajzok születtek, ahhoz képest, hogy mennyire viszonylag kevés idejük volt rá a diákoknak. És aztán ezt a karaktert felruházták egy lakókörnyezettel, megrajzolták azt a városrészt, vagy tanyarészt, vagy helyszínt, ahol ő az életét tengette, megtervezték a családját, a baráti körét, tehát a kreatív írás különféle módon gyakorolták. A diákok kiindulópontnak csak egy lazán meghatározott szerepet adtunk, például özvegy, jól értesült kocsmáros Hispániában, az viszont már az ő feladatuk volt, hogy például nevet adjanak ezeknek a szereplőknek, és hát nagyon kreatív megoldások születtek, ezeket mind meg lehet nézni a linkelt honlapon. Amely produktumon elkészültek, akár szöveges, akár rajz, azt mind fel kellett tölteniük a padletre, hogyha rajz született, akkor azt beszkenneltük, és akkor úgy gyűlt össze az anyag. És itt a dián látható is egy részlet egy padletről, ahol nagyon sokféle tartalom található ilyen lekicsinyített méretben. Ez egy hét munkája. Ott lehet is látni, hogy a különféle színű posztitek különféle napokat jelképeznek, illetve lehet ott fönn egy szép sorban az összerendezett kitűzőket is látni. És akkor rátérjek az értékelésre. Ja nem, bocsánat, még egy dolgot szeretnék mondani. Még egy másik fontos produktumunk is volt, egy videó. Egy videót kellett készíteniük a legutolsó napon a diákoknak. Egy videó interjút három körkérdés mentén.
Ekkor dolgoztak vegyes csoportokban, vagyis olyan csoportok gyűltek össze, amely csoportokban minden szereplő valamilyen módon képviseltette magát, és így a szereplő szerepét, a szereplő szemszögéből tudtak megszólalni a diákok, és az ő bőrükbe bújva kellett elmondaniuk azt, hogy kik ők, honnan jöttek, hogyan telt az utazásuk, és hogyan viszonyulnak a kereszténységhez, mert ez is egy fontos témánk volt, hogy a Bibliát egy kicsit úgy tegyük, illetve az Új Szövetségről tanultakat úgy tegyük élőbbé, hogy ezt összefüggésbe hozzuk hát olyan karakterekkel, akik akár az adott korszakban létezhettek is. És akkor most rátérek az értékelésre. Az értékeléshez egy viszonylag összetett tervet készítettünk, amelyben nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a projekt során a végső szummatív értékelés mellett a formatív értékelés lehetőségeit is kihasználjuk, tehát hogy folyamatosan adjunk visszajelzést a diákoknak. A projektet pedig egy előzetes tudás felmérővel kezdtük, mint diagnosztikus értékeléssel. Ehhez a Mentimeter eszközt használtuk. Ellenőrző listákat készítettünk minden feladat részhez, illetve magához az egész projekthez is, és a végső pontszám, a végső értékelés is úgy jött össze, hogy az ellenőrző listának megfelelő szempontokat értékeltük. A tanulási naplóhoz minden nap a képen láthatóhoz hasonló sablont kaptak a diákok, és ebben kellett dolgozniuk. És hát ez is egy érdekes tanulási folyamat volt nekünk is, tanároknak, nekik is, diákoknak, hogy nem annyira egyszerű tanulási naplót írni, hogyha nincsen megadva hozzá valamiféle kezdőlöket, valamilyen kérdés vagy mondat kezdemény, ezért ilyet mindig adtunk nekik, illetve egy idő után arra is rájöttünk, hogy fontos nekik valamiféle terjedelmi korlátot is, tehát ilyen alsó szólimitet mondani, mert nagyon, nagyon könnyű egy ilyen kérdésre nagyon röviden válaszolni, viszont hogyha legalább 25 szót kell írniuk, akkor azért az valamiféle nagyobb elmélyülést feltételez. Kitűzőket osztottunk minden nap végén, illetve a következő napok elején, tehát ugye a hétfői napra vonatkozólag kedden reggel osztottuk ki a kitűzőket. A kitűzők arra abból a célból, hogy pozitív értékeléssel tudjuk az előző napi munkát értékelni, és ehhez hát végül nagyon-nagyon sok kitűzőt gyártottunk, ilyen 20-as nagyságrendben, mert annyira izgalmas aspektusaira tudtunk így rávilágítani a diákok munkájának. Itt csak hármat emeltem ki ezen a dián. Például a találó névadásra a névadó kitűzőt kapták, aztán voltak olyanok, akik nagyszerű iróniával, humorral fűszerezték a beszámolóikat, ők a humorzsák kitűzőt kapták, és voltak olyanok, akik nagyon izgalmas kritikákat írtak, amikor éppen az volt a feladat, és ők kapták a reflektáló kitűzőt. A teljes projektet pedig, ahogy mondtam, úgy értékeltük, hogy hoztuk az összes ellenőrző listát egyetlen egy nagy listába, figyelembe vettük azt is, hogy a tanulási napló bejegyzések mennyire voltak színvonalasak, mennyire voltak tartalmasak, illetve hát közben azért mindig figyeltük azt, hogy a csoportmunka mennyire zökkenőmentes, milyen apró visszajelzések vannak, és ez alapján is próbáltuk formálni a diákoknak a végső értékelését. Tehát lényegében körbejártam azt a kört, amit így a projektről el akartam mondani. Nagyon-nagyon jó élmény volt számunkra ebben részt venni. Nagyon jó volt megtapasztalni, hogy mennyire pozitívan álltak hozzá a kollégák is ehhez a projekthez, akár amikor
szervezési probléma volt, azt sikerült könnyen megoldani, később érdeklődtek iránta, és a diákok is nagyon kellemes emlékként őrzik ezt a projektet, és már alig várják, hogy idén egy következő projektben részt vegyenek. Úgyhogy most éppen ebben a nagy készülődésben vagyunk, szintén a történelem szakos kollégával, ugyanezzel az osztállyal, természetesen egy kicsit másik témában. Úgyhogy végeredményben ennyit gondoltam mondani, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és nagyon szívesen válaszolok kérdésekre. Igen, az ellenőrző lista sablonja elérhető. A tanulási sablonhoz a Google dokumentumokat használtuk egyszerűen, úgyhogy ez a megosztási sokféleségnek köszönhetően nagyon-nagyon sokrétűen volt használható. Egyébként az egész projektnek a szervezési keretéhez még hozzájárult a Google Classroom-nak a használata. Ezt talán nem említettem, talán azért, mert már ilyen nagyon rutinosan használjuk, és nem is gondolok rá külön, hogy ez szintén hozzájárult a projektnek a sikeréhez, a szervezésnek a sikeréhez. De a Google Classroom-ba osztottuk meg általában azokat a hop-hop-hop. Igen, bocsánat, csak közben itt is voltak problémák. Tehát a Google Classroom-ba osztottuk meg azokat a napi dolgokat, ami még a Padlet előtt szükséges volt a diákok számára. Attila kérdezi, hogy nem tudnék-e produktumokat mutatni. Itt most a szlájdokon külön nem hoztam erre példát, csak részleteket, de ilyen produktum volt például a Padlet, amely hát így most elég kis felbontásban olvasható, de a honlapot meglátogatva nagyon szépen részletesen meg Én lehet nézni azt gondolom, hogy ezeket a ha munkákat. lehetséges, akkor megoszthatod a Remélem, képernyődet, hogy könnyű. és akkor be Igyekeztem. tudod mutatni magát a honlapot is, és az szerintem hasznos lenne, és van is rá időnk. Jó, ha minden igaz, akkor most megosztottam a képernyőmet. Nagyszerű, köszönöm. Ez tehát az a honlap, amelyen bemutattam a projektünket. Itt rá lehet kattintani például az egyes szereplőkre is, és erre, ha minden igaz, akkor bejön a Padlet, amit készítettek a diákok. Az első Padlet például nagy feroxot mutatja be, a veterán kiábrándult galharcost, és lehet látni, hogy itt a fehér alapon mindig valamiféle, tehát a köszöntőt a fehér alapra tettük a kollégámmal, és utána az egyes napokhoz tartozó produktumokat azonban a diákok különféle színekkel jelezték. Azért volt jó nekünk a Padlet, mert hogy ilyen nagyobb és bonyolultabb dolgokat is lehetett itt kezelni, például segédanyagokat tudtunk nekik adni a névadás tekintetében, tehát hogy úgy nevezték el a karaktereiket, hogy előtte azért kutattak, tehát egy kis kutatást is végezhettek, amit a kollégám segítségével tudtak megtenni. Illetve hát lehet látni, hogy nagyon szép kidolgozott szövegeket írtak, és hú, azt nem is mondtam, hogy egy fontos része volt a projektnek az egymás munkájára való reflexió is. És itt lehet látni a diákoknak a reflexióit egymás munkájára, és hát az is kérésünk volt, hogy ha lehetséges, akkor elegyenek egymással párbeszédbe, tehát hogyha valamiféle reflexió születik, akkor arra válaszoljanak is a többiek.
Látszik az is, hogy a karakterrajz az itt nem annyira látványos, hogyha csak a padlet felületén nézzük, azonban mindig rá lehet kattintani, és akkor meg lehet nézni nagyban. A kitűzőknek volt külön helye, illetve azt még talán érdemes elmondanom, hogy úgy állítottuk be eredetileg ezeket a padleteket a diákok számára, hogy úgy tudják tologatni ezeket a cetliket, ahogy csak akarják, tehát hogy akár talán mivel van jogosultságom, én is át tudom helyezni, de lehet, hogy már ezt a lehetőséget lezártam. Igen, most már nem nagyon tudom őket mozgatni, de hogy érdemes volt figyelni azt, hogy hogyan változik ezeknek a padlet-cetliknek az elhelyezkedése. Egy másik padletet is megnyitok azért, hogy így lássunk valami más produktumot is, mondjuk Flavius Zénót, az özvegy jól értesült kocsmárost. És az első napokban nagyon össze-vissza egymás hegyén hátán voltak a cetlik, és aztán egy a harmadik nap környékén kezdett kialakulni az, hogy ilyen szép rendben következtek egymás után a tudnivalók, illetve a produktumok. Most látom, hogy szintén elfelejtettem azt a mellékfeladatot említeni, amelynek során egy útvonal tervezővel kellett a diákoknak dolgozniuk, amely útvonal, igen, itt van. Egy idővonal tervező volt a Time Graphics nevű program, amit most megpróbálok megnyitni, remélem, hogy sikerül, anélkül, hogy nagyon be kelljen regisztrálnom, vagy lépnem. De közben mondom, hogy ez a Time Graphics nevű idővonal, ingyenes idővonal tervező, nagyon jól zoomolható, használható eszközről van szó, amelyhez szintén kaptak valamiféle segítséget. Meg kellett tervezniük úgy az utazást, hogy azt is hozzá kellett számolniuk, hogy milyen módja van az utazásnak ebben a korszakban, hogy mennyi időt vesz igénybe vajon eljutni A pontból B pontba. Tehát nekik a különböző pontjairól a birodalomnak Mediolánumban kellett eljutniuk, ami hát a mai Milánó, és az volt a kis keretmesénk, hogy itt találkoznak egymással, különféle motivációkból jutnak el ide, kapnak valamiféle levelet, de azt nekik kell kitalálniuk, hogy hogyan tudnak eljutni Milánóba. Itt egy kis térképet is tartalmaz az egyik padlet. És ott Mediolánumban pedig összegyűlnek, és hát elmesélik egymásnak a kalandjaikat, és ez volt a legutolsó napnak az eseménye. És visszamegyek egy kicsit a honlapra, amely megmutatja a projektet, hogy tudjam mutatni az egyéb dolgokat. Itt a videók produktum alatt egy csoportnak a videója található, az első vegyes csoportnak a videója. Nagyon sokféleképpen álltak hozzá a diákok a videók elkészítéséhez. Sokféle koncepció született, és így aztán nagyon, nagyon érdekes háttértörténeteket is kitaláltak ez a megint csak nagyon kereteiben megadott feladathoz. Tehát általában az egész projektben nagyon nagy tere volt a diákok önnön kreativitásának. Tehát, hogy viszonylag szélesre és szabadra hagytuk a kereteket, amelyen belül nekik nagyon sok döntést kellett meghozniuk, és nagyon sokszor kellett egymással valahogy dűlőre jutniuk. Az is gyakran előfordult, hogy esetleg egy-egy fázisban lemaradtak, amikor már a következő feladatot kellett volna elvégezniük, azonban a projekt tágas időkerete arra is lehetőséget biztosított, hogy visszatérjenek korábbi lépésekhez, és azokat tökéletesítsék, és így a projekt végére tényleg egy megfelelően és számukra is elfogadhatóan értékelhető produktumot hozzanak létre. Az értékelés címszó alatt a honlapon megtalálhatjátok az ellenőrző lista sablonokat, a tanulási napló sablonokat,
amelyek között kiemelném az 5. napi tanulási napló sablont, amely nem csak az aznapi teendőkre reflektál, hanem tulajdonképpen az egész hétre, ez mint egy kilépő kártyaként is funkcionál. Itt látható is, hogy sokkal több kérdést tettünk föl, mint az előző napok alkalmával. Felhívnám a figyelmet erre a pontra, hogy ha 3 szóval kellene jellemezned ezt a projektet, akkor mely szavak lennének azok? És ebből egy nagyon-nagyon szép metafora gyűjtemény alakult ki, amelyből egy nagyon tetszetős szófelhőt tudtam készíteni a projekt lezárásaképpen, amely a római birodalmat formázza, itt lehet is látni, hát azok a szavak, azok a kifejezések, amelyek gyakrabban kerültek elő, nem is metaforákról van itt szó, hanem inkább nem csak metaforákról van itt szó, hanem jelzőkről is, tehát amik gyakrabban kerültek elő, azok nagyobb betűtípussal szerepelnek. Végül a kilépő kártyán szereplő különféle véleményekből is található itt egy csokorral, amelyek közül itt egy válogatást nyújtottam. Igazából nem volt nagyon nehéz válogatni a kommentárok közül, mert nagyon sokan nagyon pozitívan tudtak nyilatkozni erről a projektről. Hoppá, bocsánat, a csetablak belóg, kitakarom. Elfelejtettem most az egész képernyőt megosztottam. Tehát vélemények a diákoktól. És végül a honlapon megtekinthető az a galéria is, amelyben a karakterek, a lakóhely és a környezet, illetve a munkaközbeni, a közös munkához kapcsolódó képek figyelhetőek meg, illetve nézhetőek meg. A karakterek és a lakóhely, illetve a környezet, ezek szkennelt képek. A képek azok rajzórán készültek. Ezt is talán érdemes lett volna már az elején mondani, hogy itt nagyon nagy részben az irodalom és a történelem tantárgyak kapcsolódtak össze, azonban kisebb részben a rajz tantárgy is részt vett a projektünkben. A rajzórán készültek a képek, és a rajzszakos kolléga segített ezeknek az elkészítésében, illetve felügyelt a diákokat, miközben ezeket a képeket készítették. Kicsit lassú a képem, ezért elnézést kérek. Néhány képet azért szeretnék mutatni. Igen. A csoportkép, amely mindjárt betöltődik, az egy olyan kompiláció, amit én alakítottam ki abból a célból, hogy legyen valamiféle fedőlapja ennek a projekt bemutatónak, amely a honlapon található. De hogyha a keret történetre gondolunk, akkor egy ilyen csoportkép egy ókori selfie géppel akár készülhetett volna is Milánóban, illetve Mediolánumban. Szerintem visszanyitom ezt a komment ablakot, ezt a chat ablakot, és szívesen válaszolok még kérdésekre, hogyha vannak a projekttel kapcsolatban. Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy a Padlet helyett vajon mit használnék most. A Trello is alkalmas a munka szervezésére nagyszerűen, de a megjelenítésre talán látványosabb volt a Padlet. A Trello-ban inkább kártyaformátumban tudjuk megjeleníteni a közös munkát, ilyen nagy közös festővászon jelleggel nem bír. Notely, javasolja Attila. Talán érdemes egy kicsit a kitűzőkről is beszélnem. Ezek úgy készültek, hogy egyrészt teljesen spontán, tehát hogy olvastuk a kollégával
a diákoknak az alkotásait, és időnként szemet szúrt nekünk egy-egy érdekesség, egy-egy olyan aspektus, amelyet úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne valamiféleképpen kiemelni és a többiekkel megosztani. És akkor ezek az aspektusok kaptak kitűzőt. Tehát ugye például volt olyan, aki valami elképesztő mélységeit tárta föl az egyes karakterek, fiktív karakterek személyiségének, ő lett a pszichológus. Vagy volt olyan, aki nagyon izgalmasan elemezte a bibliai szövegeket, idézeteket, ő lett a teológus. Ezeket a képeket nagy részben a Pixabay-ről csentem, ahol ingyenesen és jogtisztán letölthetőek a képek, és utána a GIMP nevű programban szerkesztettem meg őket. Esetleg egy másik projektben az is izgalmas feladat lehet, hogy a diákok találjanak ki ilyen kitűzőket, és ők szerkesszék meg őket. Az külön izgalmas volt kitalálni, hogy a GIMP-ben hogyan lehet ilyen szétíves szöveget szerkeszteni. Ez néhány YouTube videót meg kellett néznem, de egy idő után már rutinosan ment ez is. A YouTube-on egyébként nagyon-nagyon jó termékismertetők, illetve ilyen praktikák, trükkök vannak, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom, hogyha valamelyik programmal kapcsolatban kérdés merül fel, akkor a YouTube-on szinte biztos, hogy valaki már arra a kérdésre válaszolt. Várom még az esetleges kérdéseket. Még talán annyit adalékként elmondhatok, hogy ez a Berzsenyi Dániel gimnázium, tehát a Berzsenyi és Humán tagozat latint is tanul, úgyhogy ők egy kicsit, hogy is mondjam, mélyebben ismerkedtek a római kultúrával már 9. osztályban is, úgyhogy ilyen módon is van valamiféle kapcsolat. Tehát a projekthez tulajdonképpen ez a tantárgy is kapcsolódik. A történelem szakos kollégám Mezei Mónika, ő latin tanár is. És nagyon élvezte, hogy a latin téma ennyire el tudott uralkodni ebben a projektben. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, amit Lőrinc Kati feltett. Lehetne iskolákat átívelő projekteket indítani, ahol azonos a munka és egymás produktumaira reflektálnak. Erre azért elég jó példákat láttunk szerintem az eTwinning programban, ahol nagyon izgalmas közös munkák készültek. Illetve a mi iskolánk az előző években részt vett egy Erasmus Plus projektben, amely hát így éveken át, tehát 2 évig tartott, és 3 iskola vett benne részt. És a központi téma az a város volt, illetve a város, a különféle felfogása a városnak, hogy hogyan látjuk itt, hogyan látják Németországban, hogyan látják Franciaországban. Igen, hát egy hetes intervallum, igen. Az valamiféle más kereteket igényel. Hát jó, izgalmas kezdeményezés lenne, hogyha a digitális témahéten nem csak egy-egy iskolán belül fognának össze csoportok, hanem esetleg iskolák is egymással. Az sem kizárt, hogy valaki azt mondja, hogy ez egy jó pofa projekt, ezt én megvalósítom, egy másik tanár is azt mondja, ő is megvalósítja, és összefognak. Ugye a Facebookon meg lehet ezt tenni, hogy keresni partnert, és akkor mindjárt meg is valósul egy ilyen mini együttműködés, egy mini eTwinning projekt is tulajdonképpen. Úgyhogy én arra biztatok mindenkit egyébként, hogy nem kell mindenkinek úttörőnek lenni, és olyasmit csinálni, amit soha senki még nem talált ki,
hanem egészen nyugodtan lehet másoktól meríteni, akik már tapasztaltabbak, kipróbáltak ezt, azt ezért is van a digitális téma 7.hu tudásbázis, amiből lehet böngészni, de ez az előadás is pont azért jó, mert ki lehet venni belőle egy rakás ötletet, és hasonlóan meg lehet valósítani, és akkor a gyerekek egymással is természetesen együttműködhetnek, de így önmagában egyedül is megvalósítható így. És hát érdemes úgy tekinteni a projektekre, mint egy örökké formálható béta verzió tömegre, amelyet mindenki a saját képére formálhat. Elérhető Roland a neten, illetve rajtunk keresztül is, ha szükséges. Köszönjük szépen a részvételt mindenkinek!